Kérdettem a törvényszék ítéletét. Kötelezi a bíróság az Alperest, hogy 5 napon belül az Omega Hírek internetes portálon a tisztogatás és szakmán kívüli vezetők az Országos Mentőszolgálatnál című 2016. július 1. napján megjelent közleményen azonos helyen, azonos betűtípussal és mérettel tegye közzé az alábbi helyreigazító közleményt. Helyreigazítás. A 2016. július 1. napján megjelent tisztogatás és szakmán kívüli vezetők az Országos Mentőszolgálatnál című cikkben valótlanul állítottuk, hogy a mentőknél már működik biztonságvédelmi igazgatóság, melyet Máté Gábor megbízott főigazgató többségében volt malévos kollégáiból épített ki a főigazgatóságon belül, melynek szinte teljhatalmat adott. A biztonságvédelmi igazgatóságon dolgozók feladata, hatásköre és munkaköre ismeretlen. Ezzel szemben a való tény az, hogy az OMSZ korábbi szervezeti és működési szabályzat tervezetében szerepel biztonságvédelmi igazgatóság, de az nem került létrehozásra. A főigazgatóságon 2 személy foglalkozik biztonságvédelemmel, közül csak az egyik volt malévos. Valótlanul állítottuk, hogy Pék László orvosigazgató kinevezése előtt már jó ideje nem dolgozott a mentőknél, és 3 kórházban dolgozik egyszerre, 3 különböző megyében, így a 4. kerékre, az OMSZ-ra nem sok ideje jut. Ezzel szemben a való tény az, hogy dr. Pék László 1991 óta az OMSZ-nál dolgozik, 2015. decemberre óta kizárólag 1 kórházban vállal, havi 36-48 órában ügyeletet. A cikk hamis színben tüntette fel azt a tényt, hogy a szerkesztőség megkeresésére semmilyen reakció nem érkezett, a feltett kérdésekre választ nem kaptunk. A való tény az, hogy kérdéseinket, illetve közérdekű adatigénylésünket 2016. június 27-én, 4 nappal a cikk közzététele előtt küldtük meg az OMSZ-nak. Ezt meghaladóan a bíróság a felperes keresetét elutasítja. A felek maguk viselik a perköltségüket. Kötelezi a bíróság az Alperest, hogy fizessen meg 18 000 forint feljegyzett illetéket az illetékügyben eljáró hatóság külön felhívására az államnak. 18 000 forint illetéket az állam visel. Az ítéleten a kézbesítéstől számított 15 nap alatt van helye fellebbezésnek, foglaljanak helyet. Ami tény és senki által nem vitatott tény az eljárás jelen szakaszában már, hogy a sajtóhelyreigazítási pert a szerkesztőség ellen kell az internetes hírportál esetében megindítani. A felperes pedig bár a sajtóhelyreigazítási kérelmet a szerkesztőséghez nyújtotta be, a sajtóhelyreigazítási per megindítására nyitva álló határidőn belül a kiadóval szemben indított pert. Az is teljesen nyilvánvaló a polgári perrendtartás rendelkezései alapján, hogy amennyiben a felperes nem azt perli, akivel szemben az igénye érvényesíthető, illetve bizonyos személyek perben állása kötelező, a bíróságnak fel kell a felperest hívnia arra, hogy a megfelelő alperest vonja perbe, és kizárólag ennek az elmulasztása esetén van helye a keresetlevő idézés kibocsátása nélküli elutasításának, vagy az eljárás tárgyalási szakaszában a per megszüntetésének. Jelen esetben nem csak a 2 jogi képviselővel eljáró felperes nem vette észre, hogy nem megfelelő alperest perel, de a keresetlevél benyújtását követően azt megvizsgálva a bíróság sem észlelte azt, hogy nem a megfelelő alperes ellen került a per megindítása. Így az alperesi álláspontban mindenképpen helytálló az, hogy a felperes a törvényre meghatározott határidőn belül a szerkesztőséggel szemben a keresetlevél nem nyújtotta be, és a határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemmel sem élt. Azonban orvosolhatatlan az a helyzet, hogy a bíróságnak a per megszüntetését megelőzően van még egy eljárásjogi kötelezettsége, amelyet jelen esetben a bíróság nem teljesített, ezért nem alkalmazhat a felperessel szemben a per megszüntetésének a jog következményét. Számos eseti döntés, kúriai és ítélőtáblai döntés támasztja azt alá, hogy amennyiben a kiadott perli valaki a szerkesztőség helyett a bíróságnak ezt észlelve fel kell hívni a megfelelő alperes felvonására, és amennyiben ez megtörténik, akkor a perindítási határidőnek a vizsgálatára már nem kerül sor. Amennyiben a bíróság ebben a perben a keresetlevél megnyújtásakor felhívta volna a felperest arra, hogy a szerkesztőséget perelje, akkor még a szerkesztőséggel szemben a perindítása nyitva álló határidőn belül megtörténhetett volna a megfelelő alperesnek a perbevonása, és ez a leg
súlyosabb indoka annak, hogy a bíróság az alperes per megszüntetésére irányuló kérelmének nem adott helyt, hanem úgy döntött, hogy a felperes keresetét érdemben tárgyalja. Nem teljesen egyértelműek és nem is koherensek a perrendtartásnak az ide vonatkozó rendelkezései. Gyakorlatilag két rossz eljárási megoldás közül kellett a bíróságnak a kevésbé rosszat választania, és a bíróság ezt a döntést felvállalta. Ami az érdemi vizsgálatot illeti, először is azt kellett vizsgálni, hogy a felperes helyreigazítási kérelmének a teljes terjedelemben való közlése a sajtó helyreigazítási igény teljesítését jelenti-e, vagy sem. Amennyiben ugyanis ezt a bíróság elfogadja a helyreigazítási igény teljesítéseként, akkor sajtó helyreigazítási terve való igényérvényesítése már nincsen lehetőség. Azonban teljesen egyértelmű a bírói gyakorlat abban a vonatkozásban, hogy amennyiben a helyreigazítás a sajtószerv kommentálja, és kifejezetten cáfolja is, azzal a helyreigazító jellegét a helyreigazítás elveszti, és így a helyreigazítási kötelezettség nem történik meg. A bíróság vizsgálta azt is, hogy az alperes kizárólag azon állításai vonatkozásában kommentálta-e a felperes helyreigazítás kérelmét, amikkel kapcsolatban utóbb a perben azok valóságát be tudta bizonyítani, de arra az eredményre jutott, hogy ez nem így van. Az alperes kommentárt fűzött olyan körben is a felperes helyreigazító kérelméhez, illetve magához a helyreigazító kérelemhez, közleményhez, amilyen körben aztán a valóságbizonyítást eredményesen nem tudta megtenni. Ezt követően a bíróság az alperes védekezése alapján azt vizsgálta, hogy a felperes által sérelmezett szövegrészek, illetve kijelentések, azok tényállításnak vagy véleménynek nyilvánulnak el. Nyilvánvalóan a véleménynyilvánítás szabadsága kiterjed arra, hogy amennyiben valami nem minősül hamis valótlan tényállításnak, vagy való tények hamis színre való feltüntetésének, akkor ehhez a sajtó helyreigazítása, mint jogorvoslat nem fűződhet. A bíróság azt, hogy nem tényállításról, hanem véleményről van szó, azt így vett tisztán ebben a formában két pertárgyává tett kijelentéssel kapcsolatban tartotta megalapozottnak. Az egyik alperesi kijelentés az, hogy a létszámhiány megoldására átidaló megoldásként állította vissza a 24 órás készenléti szolgálatot a felperes vezetése. Ezt a bíróság azért tartja véleménynek, mert a cikkben és egyébként itt a perben is az alperes egy logikus, következetes indokát adta annak, hogy miért, milyen tények, milyen körülmények alapján jutott erre a véleményre. Az, hogy a 24, hogy ez így van egyébként, tehát hogy a véleménye ráadásul megalapozott, azt bizonyítja a főigazgatói köszöntőnek egy bizonyos része is, amiben a felperes megbízott főigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a humán terület küldetése sem kisebb feladat, növelni kell az OMSZ munkaerő megtartó képességét, csökkenteni a helyenként igen magas mértékű fluktuációt, betölteni az üres álláshelyeket képzett és elkötelezett dolgozókkal. Szeretnénk visszacsábítani mindazokat, akik korábban a szervezetben dolgoztak. A célok elérése érdekében terveink között szerepel többek közt a 24 órás szolgálat és a részfoglalkoztatás lehetővé tétele, tehát ez önmagában bizonyítja azt, hogy megalapozott az alperesnek a véleménye, hogy a 24 órás szolgálat visszaállítása és a létszám probléma megoldása között van egyfajta fogsági kapcsolat az itt idézettek szerint. A 24 órás szolgálat kifejezetten kockázatos volta, az kétségét kizáró újságírói vélemény. Ez nem szakértői kérdés, mert nyilván vannak olyan vetületei, amikről egy szakértő is tudna állást foglalni, de ezt alapvetően a bíróság véleménynek tekintette, és ez is egy megfelelő érvekkel alátámasztott véleménye az alperesnek, ezért ebben a körben sem adott helyt a felperes keresetének a bíróság. Most a keresetlevél
sorrendjében haladva a felperes által sérelmezett egyes kijelentésekkel kapcsolatban a bíróság a cikknek a teljes tartalmát vizsgálta, nem kizárólag a felperes által sérelmezett szövegrészeket, hiszen nagyon fontos az, hogy ennek a közleménynek mi a lényegi tartalma. Ez a közlemény azt elemzi, hogy az Országos Mentőszolgálat új vezetése milyen vezetési módszereket alkalmaz, milyen új koncepció mentén alakítja át, vagy igyekszik átalakítani a szervezetet, a korábbi vezetőség helyére milyen új vezetőket ültet, és természetesen a vezetők körében érintik a megyei vezető mentőtisztek kiválasztásának a kérdéskörét is. Akkor, amikor ez a cikk szakmán kívüli vezetőkről beszél, akkor sokkal szélesebb merítésben elemzi a felperes helyzetét, mint ahogy az a felperesi keresetlevélben megjelenik. Itt nem arról van ugyanis szó, hogy a felperes által alkalmazott munkavállalók szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek el, hanem arról van szó ebben a cikkben, hogy a vezetői pozícióba került személyeknek az általuk betöltött pozícióhoz szükséges szakmai tapasztalata, szakképzettsége megvan-e, és a felperes által sem vitatott módon bekerültek a felperes csúcs vezetésébe olyan személyek, akiknek az egészségügyhöz kötődő konkrét múltja, tapasztalata nincsen. Ilyen például dr. Bozsik Figyes vagy Barbóc Szabolcs, utóbbi, aki kertépítő mérnökként vár a gépkocsi osztály vezetőjévé a felperes által sem vitatott úton. Természetesen vannak egyéb tények és körülmények, amik a felperes érvelését is részben alátámasztják. A lényeg az, hogy a cikk erről és erről is szól, és ezért a szakmán kívüli vezetők kifejezésnek az alkalmazása nem valósít meg valótlan tényállítást, hanem a valóságnak megfelel ebben a körben a valóság bizonyítása a bíróság megítélése szerint eredményes volt. Ami már a vezető-mentőtisztek leváltásának a kérdésköréhez kapcsolódik. Ebből a cikkből, ha az ember annak minden egyes betűjét elolvassa, akkor teljesen nyilvánvalóan kiderül az átlag olvasó számára is, és a szabad általánosan elfogadott jelentési szerinti értelmezésben is, hogy nem azt állította az Alperes újságírója, hogy azok a volt vezető-mentőtisztek, akik nem kaptak újabb vezetői megbízatást, elbocsátásra kerültek magától a szervezettől. Pusztán arról szól ez a cikk, hogy vezetői megbízatásuk megszűnt. Ugye a leváltás szó vagy kifejezés volt az egyik, amit erre alkalmazott az Alperes, a másik pedig a lapátra kerülés. Most ezek a szabak általánosan elfogadott jelentések szerint megfelelnek a valóságnak, hiszen a felperes által sem vitatottan a korábbi vezető-mentőtiszteknek körülbelül a fele nem kapott újabb vezetői megbízatást. Ebből a szempontból a bíróság nem annak a tényleg tulajdonított jelentőséget, hogy itt arról volt szó, hogy egy vezetői ciklus lejártával ismételten ki kellett írni a pályázatot, és hogy ezen a pályázaton dőlt el az, hogy kik lesznek az új vezető-mentőtisztek. Jelentősége annak van, hogy a korábbi vezető-mentőtisztek egy részének ez a megbízatása megszűnt, márpedig ez általános szóhasználat, vagy a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint a leváltásnak és egy kicsit erősebb, talán szenzáció hajház, de a valóságnak egyébként megfelelő újságírói terminológiával a lapátvetétel is valós, tehát ebben a körben a felek egyező nyilatkozata alapján is megállapítható volt, hogy nem tartalmaz a cikk valótlan tényállítást. Ami azt a szövegrészt illeti, hogy éppen Semmelweis lapon kapták meg az elbocsátó szép üzenetet, lényegében már ebben a körben is a felek egyező nyilatkozata alapján nyilvánvaló volt, hogy nincsen szó valótlan tényállításról, hiszen maga a felperes és vele egyezően az alperes is azt állította ebben a perben, hogy egy június 30-án kiküldött hírlevélben adott tájékoztatást a felperes arról,
hogy a vezető mentőtiszti pályázatnak kik a nyertesei. Egyáltalán nem következik ebből, hogy kizárt dolog, hogy másnap, tehát július első napján szereztek ebből a hírlevélből egyesek tudomást arról, hogy a pályázatok eredményes vagy eredménytelen, és a mai tárgyaláson kihallgatott tanúk vallomása pedig kétséget kizáróan bizonyítja, hogy volt konkrétan olyan személy, aki július első napján, tehát Semmelweis napon tudta meg azt, hogy az általa benyújtott pályázat eredménytelen, tehát ő a jövőben már nem lesz vezető mentőtiszt, és osztja a bíróság az alperesi álláspontot azzal kapcsolatban, hogy erre annak a költői fordulatnak az alkalmazása, hogy ez egy elbocsátó szép üzenet, ez nem valótlan tényállítás, hanem a valóságnak megfelelő, kicsit stilizált bemutatása a való tényeknek, tehát a felperesi kereset ebben a vonatkozásban is megalapozatlan. Mivel az alperes elismerte azt, hogy a biztonságvédelmi igazgatóság nem került létrehozásra, tehát nem felel meg a valóságnak az, hogy ez már működik függetlenül attól, hogy az új SMS még nincsen hatályban, innentől kezdődően minden az ehhez kapcsolódó tényállítás megdől és valótlan, hiszen ha nincsen biztonságvédelmi igazgatóság, akkor nyilván az sem lehet valós, hogy az többségében volt malévos kollégáiból hozta létre a megbízott főigazgató, és az sem, hogy teljhatalmat kapott ez a szervezeti egység, illetve hogy az igazgatóságon dolgozók feladata, hatásköre és munkaköre ismert vagy pedig ismeretlen, hiszen amennyiben Alperes által sem vitatott módon biztonságvédelmi igazgatóság nem jött létre, akkor nem lehet az itt dolgozókra vonatkozó tényállítás sem valós. Tehát ebben a körben megalapozott a felperesi kereset, az alperesi tényállítások a valóságnak nem felelnek meg. Más kérdés az, hogy tényszerűen hivatkozott az alperes arra, hogy a felperes megbízott főigazgatója bizonyos fórumokon és interjúkon késztényként közölte a biztonságvédelmi igazgatóság létrehozását. Ez azonban magán a tényen, tehát azon a tényen, hogy ez létrejött és létezik, vagy sem, azon nem változtat. A Pék László orvosigazgatóhoz kapcsolódó állításoknak a valótlanságát a Alperes elismerte, és Pék Lászlónak az írásbeli nyilatkozata bizonyítja azt, hogy nem felel meg a valóságnak, hogy ő egyszerre három kórházban is dolgozik az OMSZ-nál fennálló főállása mellett. Ebben a körben ugye vállalta is a helyreigazító közlemény közzétételét az első tárgyaláson az Alperes. Erre is tekintettel a bíróság ebben a körben a felperesi keresetnek helyt adott. Annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy a megkeresésre semmilyen reakció nem érkezett, a kérdéseket feltettük, csak nem kaptunk rá választ. Ugye teljesen egyértelmű a feleknek az egyező nyilatkozatában, hogy június 27-én küldte meg a kérdéseit, illetve a közérdekű adatigénylését az alperes a felperesnek, és július 1-én már megjelent a pertárgyát képező cikk. Az, hogy nem érkezett reakció, illetve nem kapott a kérdésekre választ, az való tény, de ebben a megfogalmazásban ezeket a való tényeket gyakorlatilag olyan módon, hogy azt nem mondjam, ferdítette az alperes, hogy azt a látszatot keltette, hogy a megkeresésére hosszabb időn keresztül semmilyen választ, reakciót nem kapott az OMS-től, tehát ez gyakorlatilag kimeríti a való tények hamis színben való feltüntetésének a kritériumát, ami a sajtóhelyreigazításnak az alapja lehet, ezért ebben a vonatkozásban a bíróság a keresetnek helyt adott. A látszat pályáztatás, ugye az utolsó kérdéskör, ebben a vonatkozásban ugye az alperes védekezett azzal, hogy nem állította, csak egy kérdőjelnek az odatételével pedzegette azt a kérdést, hogy látszatpályáztatás zajlott-e a felperesnél a vezető mentőtisztek kapcsán. Ami a perben kétséget kizáróan megállapítható volt, az az, hogy a cikk szóban forgó részében, illetve ez alatt az alcím alatt az alperes által
felsorolt tények a felperes által sem vitatottan megfelelnek a valóságnak, így az alperes által a pályáztatás látszat jellegének az alátámasztására felsorakoztatott állításai, úgy mint hogy 10 vezető mentőtisztet lecserélt az új főigazgató, az, hogy 27-e volt a pályázati határidő, hogy az eredeti pályázatban feltételként még szerepelt a minimum 10 éves mentőtiszti tapasztalat, de ez utólag kikerült a pályázati kritériumrendszerből, hogy 27-én már megkezdték a meghallgatásokat, hogy a meghallgató bizottságban csak 2 szakmai vezető ült, hogy lezajlottak szerdára az interjúk, csütörtökön délután már eredményt hirdettek, azt, hogy Újvárosi András, aki nem vett részt a meghallgatáson, szintén kinevezésre került, hogy elhivatott mentőtisztek kerültek lapátra, hogy van olyan kinevezett megyei vezető mentőtiszt, aki mindössze 1 éve végzett a mentőtiszti főiskolán, hogy a pályázók a nyertesek kivételével nem kaptak visszajelzést, a másnapi hírlevélből szereztek tudomást, és az egyéb itt felsorolt, ezen állítás alátámasztására felsorolt tények kivétel nélkül megfelelnek a valóságnak, ezt maga a felperes is elismerte. Ezekből a tényekből az, hogy következik-e a látszat pályáztatás vagy nem következik, az egy nagyon nehezen eldönthető kérdés. Az alperes okfejtése szerint a látszat pályáztatás azt jelenti, hogy nem ebben a pályázati eljárásban, hanem már azt megelőzően megszületett a nyertes pályázók személyre vonatkozó érdemi döntés. Itt azért teljesen megalapozott a felperesnek az érvelése azt illetően, hogy amennyiben a jogszabály egy személy hatáskörébe utalja egy döntésnek a meghozatalát, akkor gyakorlatilag ennek a személynek a döntési joga vitathatatlan. Nyilvánvalóan lehet azt pedzegetni, hogy a döntésének mik voltak a valós indokai, lehet azt pedzegetni, hogy ez a döntés milyen eljárásban született meg, tehát hogy ez az eljárás kizárólag a döntésnek a jogszerűségét vagy demokratikus jellegét igyekezett alátámasztani, tehát hogy ezt a látszatot szolgálta-e vagy sem. A mai tárgyaláson felvett bizonyítás több ponton is alátámasztotta az alperesi aggályokat ennek a pályáztatási eljárásnak a lefolytatása kapcsán. Ezek közül a bíróság a legsúlyosabb körülményként azt értékelte, hogy a bíráló bizottságban, akik ugye a javaslatukat a főigazgató elé terjesztik, helyt kapott olyan személy is, aki saját maga pályázó is volt egy személyben. Ez mondjuk a jogszerű és demokratikus pályázati eljárás szemszögéből nézve nyilvánvalóan egy nonsens. De ez nem változtat azon a tényen, hogy a főigazgató volt jogosult ezt a döntést meghozni. Nyilvánvalóan lehet véleménye egy újságírónak azzal kapcsolatban, hogy úgy neveznek ki vezető mentőtiszteket, hogy a közvetlen felettesüket, a régióigazgatót nem kérdezik meg sem szakmai, sem egyéb szempontokból. A bíróság mindezeket a tényeket együttesen értékelve a látszat pályáztatás kifejezést részben egy újságírói véleménynek, részben pedig objektív tényekből levont következtetésnek értékelte, és emiatt úgy ítélte meg, hogy ebben a körben nem merülnek ki a sajtóelhelyezítés törvényi feltételei, tehát nem valósult meg az alperes részéről valótlan tényállítás, vagy a való tényeknek a hamis színben való feltüntetése, és erre tekintettel utasította el ebben a körben a felperes keresetét. Összességében a bíróság a felek pernyertességének és a pervesztességének arányát egyenlőnek ítélte meg mérlegeléssel, és ezen alapul az az ítéleti rendelkezés, hogy a felek maguk viselik a perköltségüket, és az az ítéleti rendelkezés is, hogy az állam által
előlegezett feljegyzett keresett illetéknek az 50%-át viseli az alperes, míg a másik 50% a felperes illetékmentessége folytán az állam terhére marad. 15 napon belül írásba foglalva készhez fogják kapni az ítéletet. Köszönöm szépen a megjelenéseket.